Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója szeptember 20-án szerdán. Győr Szent Ivánon fogták el a szökött rabot, 340 millió forintból újult meg a Bobita óvoda, és a Siófok ellen folytatódik a bajnokság az Audi Eto KC számára. A részletek hamarosan jönnek, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Minden választókerületben lesz jelöltje a Jobbiknak, jelentette be Vona Gábor, a pártelnöke Győrben. A pártelnök bemutatta a helyi jelöltjét. A házak előtt folyó szennyvízre panaszkodnak a lakók Mémfőcsanakon. A nagy esőzéseket nem tudják elvezetni a csatornák. Várakozáson felül teljesít eddig az Eto FC Győr női csapata. A zöldfehérek mindössze egyetlen gólt kaptak a szezon során. És marad az esős időjárás a következő napokban. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Ma délelőtt Győr Szent Ivánon elfogták azt a férfit, aki a járásbíróságról szökött meg egy héttel korábban. A 30 év körüli fiatalembernek egy másik ügyben kellett tanúskodnia. A tárgyalás után az őt kísérő őrrel az intézmény udvarán várakozott, amikor mindkét kezét kiszabadította a bilincsből és a vezetőszárból, majd pedig elszaladt. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága belső vizsgálatot indított az ügyben, amelynek eredményeként még aznap felfüggesztették állásából az érintett börtönőrt, valamint a BV intézet biztonsági osztályának vezetőjét. Lakossági bejelentést követően ma délelőtt kollégáim a Győr Szent Ivánon elfogták azt a férfit, aki egy héttel korábban a győri járásbíróságra történő előállítása közben szökött meg. A férfi ellen a győri rendőrkapitányság fogolyszökés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. Az elítéltet a győri rendőrök elfogását követően a Győr-Moson-Sopron megyei büntetés végrehajtási intézetbe vitték. Vona Gábor és a Jobbik már a kormányzásra készül. Ennek érdekében az összes választókörzetben fognak képviselőjelöltet állítani a 2018-as választáson. Győr-Moson-Sopron megyében szerdán több jelöltet is bemutatott a miniszterelnök jelölt, így a győri 2. számú körzet képviselőjének személyét is felfedték. Vona Gábor a Jobbik miniszterelnök jelöltje, országjáró körútja során Győrbe is ellátogatott. A sajtótájékoztató egyik célja az volt, hogy a helyi képviselőjelöltet személyesen mutassa be a sajtómunkatársainak. Egyéniben is szeretnénk itt Győr-Moson-Sopron megyében győzni, nem csupán jó eredményt akarunk, nem csupán részvételt akarunk, hanem egyéni mandátumokat is, és minél jobb listás eredmény természetesen, mert a 2018-as választásoknak a tétje az végtelenül leegyszerűsödött. Vagy a Fidesz, vagy a Jobbik. Lényegében ebből a menüből lehet majd választani. Akik azt szeretnék, hogy mindaz, ami az országban ma zajlik, folytatódjon, azok majd a kormánypártra fognak szavazni. Akik úgy érzik, hogy kormányváltásra van szükség, azok számára a Jobbik az egyedüli erős és hiteles alternatíva. A Jobbik színei Győrben a 2. számú választókerületben dr. Menyhárt Miklós házi orvos fogja képviselni. A legfontosabb küldetésének természetesen az egészségügy rendbetételét tűzte ki. Amit hallok napközben a betegektől, hozzátartozóktól, az emberektől, hogy milyen nehézségek vannak, de tovább nem lép senki, úgy gondoltam, hogy itt a Jobbiknak az egészségügy programjának a keretein belül tudok talán, ha más nem, a figyelmet fölhívni, illetve hogyha a Jobbik kormányzati pozícióba kerül, akkor meg lehet valósítani. De hadd mondjam, hogy nagyon fontosnak tartom, hogyha a Jobbik kormányzati pozícióba kerülve az egészségügy az hozzányúl, egyetlen egy dolgot mindenképpen tudni kell, hogy ezt egy ciklus alatt nem lehet, ez több cikluson át tartó folyamat. A Jobbik, mint legerősebb ellenzéki párt, minden körzetben fog képviselőjelöltet állítani a 2018-as választásokra. Emellett továbbra is kiállnak a Bérunió mellett, melyre folytatják az aláírások gyűjtését is. 340 millió forintból újult meg és bővült a győri Bobita óvoda. A fejlesztés alapvető eleme volt két új foglalkoztató és egy tornaszoba létesítése a hozzájuk tartozó kiszolgáló helységekkel együtt. A játszóudvart is újra gondolták korszerű udvari játékokkal. Az eszközbeszerzés keretében óvodai bútorok berendezési tárgyak és fejlesztő eszközök kerültek az intézménybe. Nem egyedi eset, hogy a Mémfőcsanaki Albert Schweitzer utcában szennyvíz folyik a házak előtt. A lakók szerint a nagy esők után feldelik a hálózat és kiömlik a csatorna tartalma az utcába. A problémát a pannonvíz is megerősítette, a jó hír, hogy a megoldás már úton van. Teljesen fölnyomja és így áll régen, ilyen magasságban ömlik a vízkövő. Ilyen magasságban.
A Ménfőcsanaki Albert Schweitzer utca legnagyobb problémáját mutatja be egy ott lakó. A családok szerint évente többször is előfordul, hogy a csatorna nem bír a nagy mennyiségű esővízzel. Így akkor szennyvíz árasztja el a kis utcában lakókat. A legutóbbi fertőtlenítés nyomai még napokkal később is láthatóak voltak. Nem megoldás, hogy ezt így meg lehet csinálni. Azért fizetik a talajtárelés díjat, hogy hát azt fizessünk. Hát most nem fizetünk talajtárelés, vagy én nekem nem fizetnek, hogy én szaguljam. A lakást nem tudom kinyitani. Olyan bűz van, lehet érezni, nem? A lakók szerint a probléma abból adódik, hogy a környéken megszaporodott építkezések bekötéseit nem bírja már el a régi rendszer. A Pannonvíz írásban nyilatkozott, miszerint a túlterhelést a szabálytalan és tiltott csapadékvízbevezetések okozták. A bakancsban nem tudtam begyűjni az udvaromba, itten végig a kapu alatt folyt be a vize. A kapu alatt. Az illetékesek már dolgoznak a megoldáson. A Pannonvíz tájékoztatása szerint még szeptemberben megoldják a problémát. A cég saját beruházásban tehermentesíteni fogja az érintett csatornahálózatot. Az esztergomi önkormányzat évente 80 millió forinttal támogatja a Vasari Kolos Kórház szülészeti osztályának megmaradását. Ez az összeg az osztályon dolgozó szakorvosok bérére és az ügyeleti ellátás díjaira fordítható. 2017 utolsó negyedévére 30 millió forintot kap a kórház, és ebből az összegből 10 milliót eszközvásárlásra is fordíthat az intézmény. A testület megszavazta azt is, hogy a kórház 10 orvosának fejenként havi 50 ezer forint lakhatási támogatást nyújt. A hozzájárulást olyan orvosok kaphatják, akik szerződést kötnek az önkormányzattal. Október 2-áig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, akik részesülni szeretnének az 1%-os felajánlásokból. Ehhez a hivatal oldaláról kell letölteni egy adatlapot, amelyhez mellékelni kell a szükséges nyilatkozatokat, okiratokat, illetve igazolást. A kedvezményezetté válás feltétele az előzetes regisztráció. Több győri cég is sikeresen tud bővülni a rendelkezésére álló pályázatok segítségével. Az eddig szinte csak lángvágással foglalkozó Plazmatek vállalat is a GINOP segítségével tudta szélesíteni a szolgáltatási körét. Jelenleg 25 főt foglalkoztat a Győri Plazmatek Vágástechnikai Kft. A cég a 2004-es megalakulása óta folyamatosan növekszik, és ebben nagyon sokat segítettek nekik az elérhető pályázatok is. Utóbbi két pályázatunk is ugyanígy gépbeszerzésre irányult. 2016 nyarán, illetve 2016 őszén érkeztek meg az új gépek, melyeket pályázati támogatással tudtunk megvásárolni. Egy lézervágógépről van szó, és egy élhajlítógépről van szó. Ezek relatíven nagy értékű gépek, pályázati támogatás nélkül azért eléggé nehézkesen ezeknek a gépeknek a beszerzése. A mostani két gépbeszerzéssel is több új munkahely jött létre, hiszen előkészítő és gépkezelő munkakör is keletkezett ezáltal. Emellett egy minőségellenőr is a céghez került, hiszen az új gépek által megnövekedett a termelési kapacitás is. A cég életében ez egy mérföldkő, mondjuk így. Lángvágással mi vastaglemez kategóriában tudtunk ügyfeleink részére segítséget nyújtani, viszont ezzel a két géppel a vékony lemezes kategóriában is tudunk hatékony, innovatív segítséget nyújtani ügyfeleinknek, és így egy helyről egy kézből be tudják szerezni lemezalkatrész igényüket. A vállalatnál eddig 5 féle minőségű anyagot tudtak feldolgozni, ez most már 11-re emelkedett. A cégnél ezután is bíznak abban, hogy további pályázatokkal sikerül még inkább kibővíteni a szolgáltatásaik körét. A magyar női labdarúgó válogatott Gyirmoton 6-1-re kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes dán csapattól a világbajnoki selejtező sorozat első mérkőzésén. A dán vezető gólra még Jakabfi büntetőjéből tudott válaszolni a magyar csapat, a második félidőben azonban hengereltek a skandinávok. A mieink legközelebb október 19-én a horvátokat fogadják. A csoportban még a svédek és az ukránok szerepelnek. A franciaországi világbajnokságra az európai selejtezőből a 7 csoport győztese jut ki automatikusan, míg a 4 legjobb csoport második pótselejtezőt játszik a további kiadó 1 helyért. Várakozásokon felül szerepel az Eto'o FC Győr csapata a női labdarúgó bajnokságban.
A zöldfehérek mindössze egyetlen gólt kaptak a szezon során. Noha a bajnokkal és a tavalyi bronzélmessel is már találkoztak. A siker egyik kulcsembere a nyáron hazatérő Sípos Lilla, a válogatott labdarúgó hamar a csapat egyik vezéregyéniségévé vált. Négy forduló után 10 ponttal a tabela második helyén áll az Eto FC Győr női labdarúgó csapata. A zöldfehérek a legutóbbi fordulóban a bajnoki címvédő MTK Hungáriát verték a hazai pályán. Gondoltam, hogy nehéz lesz, hiszen egy nagyon jó bajnokságunk van nagyszerű csapatokkal, és nagyon örülök neki, hogy kezd beépülni ez a sok külföldi játékos, akiket sikerült idehozni. Látszik még a játékunkban, hogy dolgoznunk kell, de nagyon örülök ennek a mai győzelemnek, és ezzel remélem, hogy felfelé fogunk kívánni. Az Eto egyik kulcsembere, a légiós élet után hazatérő Sipos Lilla. A fővárosiak ellen ugyan kihagyott két zicsert is, de mindkét félidő hajrájában betalált, így ezúttal az ő gólja szállította a győzelmet. Valahogy éreztem, hogy ez nem lesz még itt befejezve, hiszen a játékunkban volt annyi, hogy mi ezt a mérkőzést megnyerjük. Amit kihagytam, azért viszont büntettem volna magamat, hogyha nem döntöm el ezt a mérkőzést, úgyhogy nagyon örülök, hogy a csapatomnak ezt oda tudtam úgymond ajándékozni. A Jetszó ligában már nincsen 100%-os csapat. A Haladás ugyanis döntetlent játszott a Ferencvárossal. Azaz úgy tűnik, a két vidéki fellegvár idén még jobban megszorongathatja a fővárosiakat. Azért a Ferencváros is úgy gondolom, hogy erősödött, hiszen egy Szabó Viktória is hazajött úgymond Németországból, tehát minőségi játékosaik vannak. Nem lesz egy könnyű meccs, arra nagyon-nagyon kell készülni, de ugyanúgy, mint például a Diósgyőr, nem egy tavalyi NB2-es feljutó csapat, nem lesz könnyű, de én úgy gondolom, hogy ebből a győzelemből most mi ezt tovább tudjuk vinni. Az Eto szereplésénél kulcsfontosságú a kitűnő védekezés. A zöldfehérek mindössze egy gólt kaptak eddig a bajnokságban. A jó kapus teljesítményre a következő fordulóban is szükség lesz, hiszen a zöldfehérekre egy újabb rangadó vár. Sipos Lilláik ugyanis a bajnoki címre leginkább esélyes csapathoz, a Ferencvároshoz látogatnak. A Siófok ellen folytatódik a bajnokság a győri Audi Eto KC számára. A balatonpartiak az Audi Etóhoz hasonlóan két győzelemmel kezdték az idei szezont. A két együttes a felkészülési időszakban már találkozott egymással. Jó iramú, küzdelmes gólokban gazdag mérkőzésen végül 30-30-as döntetlen született. A bajnoki mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik. Minden választókerületben lesz jelöltje a Jobbiknak, jelentette be Vona Gábor, a pártelnöke Győrben. A pártelnök bemutatta a helyi jelöltjét. A házak előtt folyó szennyvízre panaszkodnak a lakók Ménfőcsanakon. A nagy esőzéseket nem tudják elvezetni a csatornák. Várakozáson felül teljesít eddig az Eto FC Győr női csapata. A zöldfehérek mindössze egyetlen gólt kaptak a szezon során. Adásunkat időjárás jelentéssel folytatjuk. Felhős és esős lesz a csütörtök az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Csütörtökön hajnalban 11, reggel pedig 13 fok körüli értékeket mérhetünk majd, erősen borult lesz az ég. Csütörtökön napközben nagy mennyiségű csapadék is várható, 12-14 fok között alakul a maximum hőmérséklet. Csütörtök estére aláfagy a csapadék, de a felhők maradnak, 9-12 fokot mérhetünk majd a nap végén. A folytatásban is marad az őszies idő, csapadék nélkül a hosszú távú előrejelzések szerint északnyugaton. A péntek egyenesen naposan alakul, reggel és este 10, napközben pedig 16 fokkal. Szombatra már mondanak fölénk felhőket, 15 fokot mérhetünk majd reggel és este, 18-at pedig napközben, és a vasárnap is hasonlóan alakul, reggel és este 11, napközben pedig 17 fokkal. Kedves nézőink, Önök az Oxigén televízió műsorát látták szeptember 20-án szerdán. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órától várjuk Önöket ide a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.